Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úré a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak öröm újongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úré a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az evangélikus bibliaolvasó útmutató mai napi igéivel. Ószövetségi igénk a 91. Zsoltár 14. B-verse. Így szól az Úr, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Újszövetségi igénk pedig Péter első levele 5. fejezetének 7. verse. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha minden terv szerint alakul, akkor, amikor ez az áhítat adásba kerül, mi éppen az éves családi nyaralásunkat töltjük a Balatonon. Sok pakolás, előkészület és utazás után lehet majd élvezni a kikapcsolódást. Immár 2 gyerekkel az előkészület nem is olyan kevés munka. Ami nem igényel sok erőfeszítés, de egy idő óta mégis minden nyaralás előkészületéhez hozzátartozik, az az, hogy megkötöm az egész családra a biztosítást. Volt már szükség rá, és bár a bajt nem előzte meg, de sok további gondtól mentett meg. Isten biztosítása számunkra így hangzik, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Nem hagyja magára Isten azt, aki hozzá tartozik, aki ismeri az ő nevét. Sőt, Péter apostol még ki is egészíti, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Az, hogy ismerem Isten nevét, segít elhelyezni magamat is előtte. Isten nevének az ismerete azt jelenti, hogy tudom azt, hogy ő milyen hatalmas, és tisztában vagyok az ő mindenhatóságával. Ha Istenre így tekintek, akkor alázatos szívvel tudom rábízni mindazt, ami túlmutat az én erőmön, a lehetőségeimen, vagy a tudásomon. Gondot nem is lehet másnak elmondani, nem lehet lerakni más elé, ha csak nincs meg bennem ez a fajta alázat. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy magának a gondnak a kimondásához, az elismeréséhez is alázat szükséges. A beismerés alázata, hogy nekem van gondom. Annak az alázata, hogy ezt nem vagyok képes hordozni, és hogy valakire szükségem van ebben a hordozásban, aki erősebb nálam. Az alázat azt jelenti, hogy kisebbé teszem ilyen értelemben magamat a másiknál. Kisebbnek tartom magam az Úr Jézusnál. Rájövök, hogy ő képes egyedül arra, hogy magára vegye a gondomat. Csak ebből az alázatból fakadhat a bűnvallás is. Aki képes Istennel szemben alázattal megállni, magát Istennél kisebbnek gondolni, az képes őszinte lenni a bűnvallásban is, és az képes meglátni, hogy Isten keze milyen hatalmas és milyen megtartó. Neki gondja van ránk. Amen.